Sok szeretettel köszöntünk megint mindenkit. Jókai témánknak a második része jön. Jókai jelentőségéről beszélünk, és ezt néztük meg az adásnak az első részében. Annyit előre bocsátok mostani rész elé, hogy egy olyat fogok csinálni, ami lehet, hogy kicsit tilos, vagy legalábbis nem nagyon tanácsos egy ilyen előadásnál. Nagyon sok szöveget fogunk bejátszani, úgyhogy ezt kérem szépen az elnézéseteket, és kérem szépen, hogy a szövegeket is kövessétek figyelemmel. Az irodalomnak a tanulmányozása az konkrétan a szövegek tanulmányozásáról szól. Egy író az igazából a szövegeivel áll jót magáért, és igazából, ha róla akarunk beszélni, akkor elsősorban erre kell koncentrálnunk, ha meg akarjuk érteni, akkor erre kell irányítanunk a figyelmet. Ugye Jókait általában nagy mesemondóként apostrofáljuk, és ilyenkor általában azokra a franciás fordulatú, könnyed meseszövésű történeteire gondolunk, amelyek valóban Jókai specialitásai, de hogyha csak ezeket a szövegeket írta volna Jókai, akkor nem hiszem, hogy a magyar regényírás atyának nevezhetnénk. Úgyhogy nézzük meg azt, hogy mik azok a pontok, ami őt, Jókait a magyar regényirodalomnak az atyává tették. Említettük azt a történetet, ami a Reset a cenzorral történt az első részben, amikor konkrétan arról azt tanácsolta Jókainak, hogy írj azokról a személyekről, akik a magyar életnek az alakjai, magyar élet eleven alakjai, akikben van hús, vér, igazi érzés, tréfa és komolyság. És valóban ez az a Jókainak a regény író művészetében, ami aztán megelőlegezi az egész további, későbbi magyar irodalmat, Mikszátot, Móriczot, Krúdit, de tulajdonképpen majdnem mindenkit, vagy nagyon sok mindenkit a mai napig ható hatása van Jókainak a magyar irodalomban. Nézzük akkor, hogy mivel járt ez, hogy a magyar élet lett Jókainak a témája, ez tulajdonképpen azzal járt, hogy a magyar élet nagy epikus folyamát emelte be az irodalomba. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a korban, ugye boldogabb kor, nem volt tévé, internet és egyéb dolgok, egy rendkívül nagy epikus folyam volt, a társaságokban különleges történeteket meséltek a kornak az alakjairól, vagy a történelemnek az alakjairól, és egy elképesztő epikus folyam volt az, ami a magyar társaságot és a magyar kultúrát jelentette, akár a nemesi társaságoknak a szintjén, akár a népművészetnek a szintjén, akár a folklórnak a szintjén. És igazából Jókai az az író, akinél ez az epikus folyam legelőször hangsúlyosan szófordulataival, az elbeszélés módjával megjelenik a magyar irodalomban. Ez az, ami az őt egy különleges elbeszélővé teszi. Így jelennek meg aztán a magyar irodalomban az anekdoták, ami akkori kor társaságában az alap műfaj volt, nem tudván ugye, hogy műfaj az, amit alkalmaznak, akik azt mesélték, de Jókai már tudatosan alkalmazza ezt, ami egy rövid csattanóval végződő rövid prózai mű, amiben általában valami tanulság is megfogalmazódik, általában ismert vagy híres személyekről, és vagy megtörtént, vagy pedig valósághű történetek,
És igazából ezek ugye egy rendkívül jellemző kis miniatűrök egy társaságnak, a világképét, értékrendjét, mint Cseppben, Csepp a tengerben megmutatják, illetve Cseppben a tenger, bocsánat, belekavarodtam itt, és a népköltészetben is megvan ez. És igazából így az anekdóta az, ami Jókainak egy alapvető fő stílusának egy nagyon lényeges jellemző elemévé, és tulajdonképpen egy szövegszervező logikává válik. Ezek az anekdotikus történetek, ezek az anekdotikus elbeszélések alkotják tulajdonképpen nagyon sokszor a regényeinek is az alapvázát, tehát például ha az És mégis mozog a földre gondolunk, egy laza ilyen anekdotikus elbeszélés füzér van benne végig, miközben megy a fő eseménysor. Vannak, akik ezt úgy gondolják, hogy a Jókai elhülyéskedi a dolgokat, nem hülyéskedi el a dolgokat, hanem nagyon határozottan és tudatosan az anekdotát használja. Tehát ez egy teljes félreértése Jókainak, hogyha azt gondoljuk, hogy itt elhülyéskedi a dolgokat, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy anekdotákat ír, anekdotikus történeteket nagyon határozottan és tudatosan. Egy szenzációs idézet van a magyar humorról. Ez az idézet, amit olvassátok közben, kérem, amit a magyar humorról ír, ezt lehet azt mondani, hogy a humort illetően ez Jókainak az arszpoetikája. Ez nem csak olyan szempontból érdekes, hogy hogyan jellemzi ő a humort, hogyan írja le a humort, hanem ez egy speciális írói látást jelent az ő felfogását, ami azért hozzátartozik, majdhogy nem arszpoetikának lehet mondani. Vagyis azok szeretik a humort, akik szeretik kimondani az igazságot, és a tréfa színe alatt, és igazából kell hozzá ítélő tehetség, és az igazságnak, világosságnak szemébe mernek nézni, azoknál otthonos a humor. És leírja, hogy a humor azért nem minden nemzetre jellemző, úgyhogy ez a humor, ez Jókainál teljesen alapvető, végighúzódik nagyon finoman, és a legjobb szövegeiben is, meg a legkomolyabb szövegeiben is nagyon sokszor nagyon finom irónia csillan föl, és egy nagyon fontos értelmezési tartomány nála ez. Úgyhogy a következő, amire fölhívnám a figyelmet, hogy mit jelent ez a magyar életnek a megjelenése. Ennek van egy olyan következménye, amikor megjelenik a magyar élet, hogy ettől válik izgalmassá és regényessé Jókai Mór. Igazából valójában Jókainak a rendkívül nagy fantáziái nagyon sokszor unalmasak és sablonosnak tűnnek, miközben ezek a történetei, ezek meg rendkívül izgalmassá teszi az ő írásművészetét. Amikor megjelenik ez a magyar élet, akkor tulajdonképpen az van, azt lehet mondani erről, hogy ez elválaszthatatlan Jókainak a regényeiről. Nagyon sokszor a kor ízlése megkövetelte volna, hogy ne magyar történetet írjanak. Legyen elegáns, elmés, praktikus, minden legyen. És azt mondja Jókai itt ebben az idézetben is, hogy nem tudunk mit tenni. Nem tudunk mit tenni, mi ezt a magyar világot tudjuk bemutatni, ezt erről a magyar világról, mert ebből táplálkozunk, és
azt is leírja, hogy ezek a magyar történetek, mint látjuk ebben az idézetben, hogy ezek a magyar történetek, egyébként a Politikai Divatok című művéből származnak ezek az idézetek, ezek azok, amik az alaphangot megadják. És ezek azok, ami a mai napig is nagyon érdekes és izgalmassá teszik a Jókait. Mert ahogy látjuk Jókainak a világát, ahogy bemutatja a korának a magyar világát, ezt a magyar életet bemutatja, nagyon sokszor ráismerhetünk ennek a magyar életnek az ízeire, annak, ami tulajdonképpen ezek az ízek a mai napig is megvannak, ezek az ízek és ezek a tragédiák. Mert ahogy leírja azt, hogy bármilyen dolgot földolgozunk Magyarországon, bármilyen történetet földolgozunk, bármilyen tragédiát megvizsgálunk, valahol mindig politikai, közéleti tragédiákhoz fogunk eljutni. És alapvetően ez olyan szinten összekapcsolódik a történelmünkkel, hogy igazából hősöknek is azt tekintjük, ideáloknak is, akik képesek arra, hogy ne csak maguknak éljenek, hanem egy ideát testesítsenek meg, magukon túli dolgokért tudjanak küzdeni. És ezért van az, hogy Jókainak az alakjai különösen nemesek, különösen izgalmasak és ideálok, mert mindig ennek a közösségnek az értékrendje szempontjából értékeli az embereket és jeleníti meg ezeket az alakokat. Ami nagyon izgalmas ez, hogy nagyon plasztikusan, nagyon érzékletesen írja le, hogy igazából ez a magyar világ, amit megjelenít, ez tulajdonképpen úgy jelenik meg, mint a levegő, a saját légkörünk, ami az éltető, de ami a folytó is, ami az életet adja, ezt a magyar életet, amit ismerünk, amiben benne vagyunk, és ami folyt is. Úgyhogy ez a Jókai, aki szereti az ideális alakokat bemutatni, nagyon nagy erővel tudja bemutatni ennek a magyar életnek az árnyoldalait is. Tehát nem csak egy idealista romantikus, hanem nagyon erőteljesen és nagyon mélyen ebből a magyar valóságból táplálkozik, és azt jeleníti meg. És itt jutottunk el ismét ehhez a mondathoz, hogy extra hungariam non est vita, si est vita non est vita, vagyis Magyarországon kívül nincs élet, ha van is, ez nem olyan. És itt ezeket a szövegrészeket látva, láthatjuk ezt, hogy ez nem csak erre a régi kedélyes világra utal vissza Jókai, ami volt ez a régi magyar világ, ez nem annak egy nosztalgikus ábrázolása, hanem itt arról van szó, hogy egy rendkívül mély és nagyon kemény, ironikus, szatirikus, kritikus mondatok ezek, mert ez a folytó élet, ez is beletartozik abba, hogy számunkra ez a magyar élet, ez olyan, amilyen itt van, amilyen itt ismert számunkra, és máshol ez nem olyan. És talán, mint a megfelelő függőséggel rendelkező emberek, ha a Magyarországon kívül is ugyanúgy hiányzik a jó élet is, ez a kedélyes élet is, mint lehet, hogy ez a folytó élet. Úgyhogy igazából ebben van egy nagyon erőteljes, ilyen tragikus él is, tragikus húzás is. Úgyhogy ez is Jókainak a sajátja, tehát erről azért ne feledkezzünk el. És erre mutat a következő rész. Ez, hogyha itt meg tudjátok, olvasni tudjátok, ezt kérem is, meg tanácsolom is, hogy olvassátok. Egy olyan leírást látunk a magyar nemzetről, ez már az és mégis mozog a földből, ami szerintem elképesztően kemény szöveg. Igazából magyar írótól ilyen kemény szöveget a magyar nemzetről, és ezt a Jókai által nagyon szeretett magyar életről,
ilyen kemény kritikát azért magyar írótól azért nem, vagy nagyon ritkán lehet olvasni, illetve a 19. században biztos, hogy nem. Növényéleten tengünk, vegetálunk, legszegényebb népe vagyunk a földrésznek. A köznépünk, ha műveletlenebb népfajhoz ér, abba tömegestül beleolvad, a műveletlenség nagy kényelem, s a piszok ragad, polgári osztályunk nincs, koldusok nemzetei vagyunk, kik magukat uraknak álmodják, elképesztően kemény, nagyon erőteljes, önkritikus mondatok, és ébredjünk fel, mert ha nem, akkor elmaradunk a sivatagban, amíg el nem takar bennünket a homok. Ez már egyértelműen Adira utal előre. Ez nagyon érdekes, a magyar irodalomnak van egy nagyon erőteljes önkritikus hajlama, Kölcseitől elkezdve, de sorolhatnánk Eötvös, Vörös Marti, bárki. Ez szerintem egy nagyon pozitív nemzeti tulajdonságunk. De hát ezekkel a mondatokkal még ezeket a rendkívül kritikus, önkritikus szerzőket is azért felülmúlja Jókai, és Adira utal előre, sőt, hát nem csak Adira utal előre, hát néhol még a későbbi Adit is felülmúlja, úgyhogy ez is hozzátartozik a magyar élethez Jókainál, és igazából ez is egy rendkívül izgalmassá teszi ennek a magyar világnak a bemutatását. Móricznál is megjelenik aztán később ez a rendkívül erőteljes, pengeélességű magyar életnek ilyen pengeélességi bemutatása, de hát a magyar irodalmat, az igazi jó magyar irodalmat azért ezt teszi izgalmassá, és Jókainál ez együtt működik az ideálok, és ez a nagyon erőteljes, nagyon kritikus bemutatása ennek a magyar világnak. A másik specialitása Jókainak a mítoszteremtés. Igazából nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy Jókainak a naív világképe az az, hogy ez a naív világot, naív szemmel látó Jókai az, aki ezeket a mitikus alakokat megfogalmazza. Nem, ez Jókainál egy határozott, egyértelmű írói törekvés. Mivel függ ez össze? Azzal függ ez össze, hogy a mítoszteremtés, illetve ehhez kapcsolódóan a nagy nemzeti eposznak a megalkotása, az a magyar irodalomnak egy nagyon lényeges, nagyon fontos központi programja volt. Ez Herdertől indul ki a 18. században, amikor a felvilágosodás idején lehetett látni, hogy a felvilágosodás hatása az az, hogy az addig egységes gondolatiságot fönntartani tudó világkép a szétesik, és hogy szükség van egy újabb olyan értelmezési keretekre, ami a világot egy egységes értelmezési keretbe foglalja. És igazából ez az egységes értelmezési keret lett volna az újabb mítoszok, illetve azok az eposzok, amik ezeket a mítoszokat tartalmazzák. A magyar irodalomban aztán ez a törekvések megjelennek Vörös Martinál, ugye Zalán futása, és tulajdonképpen arany évekig ezzel kínlódott, mert ezt várták tőle, hogy ő tőle, a nagy nemzeti költőnktől, hogy írja meg a nagy nemzeti eposzt. Ez igazából aranynak nem sikerült, viszont a regényirodalomban Jókai megírta. És igazából igaz, hogy Gyulai Pálnak, aki ezt a követelményt azért megfogalmazta, nem nagyon tetszett. Azért nem nagyon tetszett, mert Gyulai abból indult ki, hogy a meglévő történelmi történetekből kéne megírni a nagy nemzeti eposzt, és újraalkotni a nemzeti mitológiát. Jókai viszont a meglévő történetekből indult ki, de azért beletett egy jó adag konstrukciót. Tehát az ő írói fantáziájában ez a mítosz teremtés, ez egy újabb konstrukcióként
jelenik meg. Konkrétan ezt írja például, hogy szent mitológia, mint egy vallásos hagyomány menjenek át a népbe. Leírja azt Jókai, hogy a szabadságharc idején a kormány több ifjú írót, költőt bízott meg azzal, hogy a szabadságharc történeteiről írjanak, és igazából azt úgy látta Jókai, hogy ez a szándék, hogy a szabadságharc történeteiből létrejöjjön egy új szent mitológia, olyan, mint egy vallásos hagyomány, a nemzetnek az újjászervezése, a nemzeti kereteknek a megteremtése, és várta ezektől az ifjaktól, hogy jönnek ezek a történetek, a szabadságharcnak a történetei. De valahogy elmaradtak ezek a történetek, kérdezte is Jókai ebben az írásában, hogy miért hallgattok csalogányok, és végül is aztán Jókai írja ezt meg, és egyértelműen ez a törekvés, a mítoszteremtésnek a szándéka jelenik meg. Itt erre például egy idézet szintén, ami arról szól, hogy írjunk mitológiát. A megtörtént hősies eseményeket igazából úgy írja le, minthogyha ez bármelyik görög mitológiának, mitosznak, minthogyha egy új Iliászt írna, vagy egy új Odisszeát írna, ezeknek a nagy hős eseményeknek és a hős személyeknek a megfogalmazása. Tehát amit mi naivitásnak látunk a Jókainál, és valóban naivitás, az tulajdonképpen nem más, mint az eposzi követelményekből fakad. Jókai ezt a hivatását, amit ő fölvállalt, ezt komolyan vette. Az első írása, amiben ez megjelenik, a Forradalmi és csataképek, 1850-ben jelent meg a szabadságharcnak a történeteiről és eseményeiről. De később a feszti körkép az tulajdonképpen a Jókainak a koncepciója. A feszti körkép ugye a Millenniumra 1894-ben állítják ki, a Városligetben egy elképesztő, most ugye az Opus Tesseri Nemzeti Emlékparkban van, mindenkinek javaslom és tanácsolom, hogy nézze meg, rendkívül izgalmas. 120 méter átmérőjű, és 120 méter kerületű, és 15 méter magasságú képe, festmények. A Jókainak a veje a Feszti Árpád festette, az ő volt tulajdonképpen a festő vállalkozó, és több festővel együtt egy ilyen festő csapat készítette el, de a koncepcióban nagyon nagy mértékben belejátszik Jókainak a felfogása, és itt ez a honfoglalásról szóló feszti körkép tulajdonképpen ugyanezt a mítoszteremtő, Jókainak ez a mítoszteremtő koncepciója jelenik meg a feszti körképben. Itt ez egy nagyjából arányos kép így, de hát ott élőben nézve az abszolút monumentális, mint ahogy akarja is sugározni, és akarja is sugalni ezt a monumentalitást. És ez már igazából a nemzeti romantikának a gondolatmenete. A nemzeti romantikát, hogy mi az a nemzeti romantika, az igazából nem az irodalomra vonatkozik ez pusztán, nem csak a festészetre, nem csak az építészetre, hanem azt lehet mondani, hogy a nemzeti romantika igazából a 19. század felében az államfelfogásokat is meghatározta. Nemzeti romantika Millenniumra felépült, hősök terén felépült különféle épületek, maga ennek a nemzeti gondolatnak a letérképezése is igazából a hősök tere, és de Benczúr Gyulának a festményeire is gondolhatunk, vagy bármi másra, ebbe tartozik bele természetesen a Szent Istváni állameszmének a millenniumi
újjáépítése vagy újragondolása. Úgyhogy tulajdonképpen ennek egy, az irodalomban, a regényirodalomban nem csak hogy egy nagyon markáns megjelenítője, a Jókai Mór, hanem tulajdonképpen ő ennek a egyik ilyen generátora, és a, tulajdonképpen ennek a nemzeti programnak az irodalomban a végrehajtója. Az egyik ilyen nemzeti eposzunk, az az És mégis mozog a Föld. Ezt már említettem, hogy laza, anekdotikus történetekből áll össze az egész, de az egésznek van egy kerete, amin belül megjelennek ezek a laza, anekdotikus történetek. Tehát ezt a Jókai féle regénykoncepciót, ami egyrészt azt jelenti, ennek a magyar életnek a megjelenítése, és a másik, hogy a mítoszteremtés és a magyar eposznak a, az elkészítése itt együtt legérzékletesebben az És mégis mozog a Föld című regény fejezi ki. De a másik, hogy számotokra még ismertebb, a Kőszíbű ember fiai, ott is egyértelműen ez a koncepció, hőseposzként az még talán jobban látható és jobban érzékelhető. Magyar életnek az elemei ott is megjelennek hangsúlyosan a magyar figurákkal, de ott itt az És mégis mozog a Földnek az anekdotikus magyar életet megjelenítő része sokkal erőteljesebb, kicsit szét is szabdalja a regénynek a szerkezetét. Nagyon egyszerű, öt ifjú elindul, hogy hivatását teljesítse, a magyar irodalom, magyar zene, magyar jog, őshazakutatás, magyar színjátszás felépítésében, vagyis ez a, az ő hivatásuk, a nemzetnek az újjáépítése, vagy újjáalapítása. Tulajdonképpen ez az eposzi jellege az egésznek, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez az az odisszea, amit ezek a fiatalok felvállalnak, és ez az a egységes keret, amit egybefoglal ez a regény, befoglalja ezt a regényt. És itt is ez a részlet a mítoszképzésről, az eposzi alakokról, azt mondja, a legtöbb regényem ellen azt vetik, hogy igaz történetnek meg lehet, hogy hű, de regénynek nem valószínű. Tehát az igaz történetek viszik előre, és azok regényesek, azok kalandosak, ezen mítoszépítés által, ami tulajdonképpen a kornak a héroszait bemutatja. És itt írja le a Kisfaludyiak, Kazinczy Ferenc, Kölcsey és Katona. Ezekből a személyekből, meg a Körösi Csoma, meg egyéb személyekből gyúrja össze az És mégis mozog a Földnek az alakjait. És leírja ezt, hogy ez a történet, az És mégis mozog a Földnek a története, olyan, mint az Izraelnek a kivonulása Egyiptomból, és a honfoglalás a Józsué által végigvitt, a Mózes által elindított honfoglalás. És tulajdonképpen ez az a történet, ami ezt az eposzi jelleget ezzel kapcsolja össze, és fejezi ki ezt az eposzi jelleget. És hogy ezek a hihetetlen mesék átformálja, konstruálja ezeket hihetetlen meséké, a megtörténteket egy ilyen idealisztikus történetelmesélésben. És a vége, a történetnek a vége alapvetően a felépült nemzet. Itt azt kell megjegyezni, hogy igazából Jókai ezt a felépült nemzetet, ennek a képét akarja bemutatni, és tulajdonképpen, ha azt akarjuk mondani, hogy valaki meg akar ismerkedni a magyar nemzettel, meg akar ismerkedni a magyar nemzetnek az önmagáról alkotott képével, és igazából erre nagyon jó alap a reformkori nemzetfelfogás és a 48-as
nemzetfelfogás, a szabadságharcban megnyilvánuló nemzetfelfogás, mert azért akárhogy ragozzuk, osztjuk és szorozzuk, mindenféleképpen ez a magyar nemzeti gondolatoknak a legesszenciálisabb pontja, a befogadó, szabadelvű, magyar, romantikus nemzet, a felépült nemzeti épületek, a felépült nemzeti monstrumok, amik alapvetően a nemzeti közösségnek a tereit létrehozzák és egybetartják, és amihez nyitott a szabad csatlakozás ehhez, mert aki az a magyar, aki magát annak vallja, és ez a 48-as nemzetfelfogás az, ami Jókainál ez az a nemzetkép, az, ami nála megjelenik, és látjuk, hogy tulajdonképpen, hogy hivatásának is tekinti azt, hogy ennek a nemzetnek a képét bemutassa, ennek a krónikása, ennek az apologetája, és igazából ez a regényírói művészetében, meg az író művészetében valóban a 48-as forradalom után jelenik meg, mint ahogy a 48-as forradalom a magyar nemzet újjászületésének és a születésének a nagy közösségi élménye, ennek a nagy közösségi élménynek igazából az írója a Jókai, mint akinek tulajdonképpen beégette ez a forradalom, ez az ő egész személyiségében ezt a képet, a magyar nemzetnek ezt a képét. Úgyhogy elképesztő szerintem, és hogyha látjuk azt, hogy mit ír erről a felépült nemzetről, igazából mindazokat a pozitív törekvéseket, fölépült a homoksivatag, ahogy az új város gyönyörű panoráma, az élet pezseg, a tudomány és művészet nem koldusboton van, nem lázadás a népjog, nem barbarizmus a nemzetiség, tehát a nemzetiség is része ennek a magyar nemzetnek, szellembajnokai, a honfi nem idegen a honában, visszautalít ugye Kölcseire, és a szabad a vallás, nincs többé párjája a lelkiismeretnek, tehát elképesztő, csodálatos és valóban rendkívül komoly, nagy, monumentális eposzi kép. Úgyhogy itt visszautalok az előadásnak az elejére, hogy valóban itt megpróbáltuk ebben az előző részben is, és most is ennek a mostanában nagyon divatott szobordöntésnek a következményeit felszámolni, és helyreállítani a Jókainak azt a hozzáillő, hozzáméltó és neki kijáró képet. Köszönöm szépen a figyelmet!